Sziasztok! A mai videóban a függőbeszédet fogjuk megnézni, kijelentő és tagadó mondatban, mikor kell használni, mik a változások, és lényegében mi is ez a függőbeszéd, ezt fogjuk most megnézni. Kezdjük is tehát azzal, hogy mi is ez a függőbeszéd, és hogyan kell akkor ezt elképzelni. Szóval, képzeljük el, hogy van még rajtam kívül két ember itt mellettem. És mondjuk az egyiket hallgató 1, hallgató 2-nek nevezzük el. Én mondok valamit a hallgató 1-nek, viszont ezt a hallgató 2 nem érti. És megkérdezi a hallgató 1-et, hogy mit mondott neked Zoli. És erre a válasz, hogy az lesz, hogy ő azt mondta, hogy. Tehát a függő beszéd az az, amikor valakinek a mondani valóját közvetítem egy harmadik félnek, aki vagy nem értette, vagy nem hallotta, hogy én mit mondtam. És ugye van egy bevezető mondatrész nekünk, az, hogy ő azt mondja, vagy ő azt mondta. És itt már van egy fontos különbség, és akkor most már elkezdek írni a táblára, a magyar és az angol között. Nézzük először egy mondatot, amit én mondok a diáknak, vagy a hallgató egynek, amit majd utána ő visszamond a hallgató kettőnek. Jó, tehát legyen akkor ez a mondat, az, hogy az angol jó. Tehát legyen nekünk az az alapmondatunk, hogy English is good. És ugye ezt a mondatot kétféleképpen tudja tovább mondani a hallgató 1, a hallgató 2-nek. Méghozzá úgy, hogy ő azt mondja, tehát jelen elvezetében, hogy ő azt mondta. Magyarban semmi, de semmi különbség nincsen a kettő között, viszont angolban már lesz különbség. Nagyon sok változás van a függő beszédben, úgyhogy ezeket veszük most át lépésenként. Szóval, vagy azt mondod, hogy ő azt mondja, vagy az van, hogy ő azt mondta. Tehát jelennel, vagy múlttal vezetem be. Hogyha jelennel vezetem be, nagyon-nagyon fontos, nem változik az angolban az ige ideje az alapmondatnak, amiben én ezt mondtam. Tehát, hogyha ezt a mondatot vesztük, hogy English is good, ő azt mondja, hogy az angol jó, English is good, semmit nem változtatok rajta, tehát ha jelennel veszük be, az a legkönnyebb, hiszen csak meg kell ismételnem ige idő szerint ezt a mondatot. Ugyanúgy. Viszont, hogyha már múlttal vezetem be, akkor változik az ige idő. Most megvan függő beszédben, hogy melyik ige időből mi lesz. Sokan ezt úgy tanítják, hogy vissza kell léptetni az ige időt, és akkor jelenből múlt lesz. Na jó, de akkor jövőből jelennek kell lennie. Igen, de jelen az nincsen függő beszédben. Szóval akkor jöhet a magyarázkodásos része, amit én nem szeretek. Én azt mondom, hogy levezetem nektek, hogy miből mi lesz, viszont itt a leírásban meg is találjátok majd a táblázatot. Ezt kell megtanulni, hogy ige idő változása, ha múlttal vezetjük be a függő beszédet, akkor mi lesz? Szépen ezt meg kell csak tanulni és kész. Lehet benne persze logikát keresni, ez mindenkinek nyilván más, és máshogy keresi a logikát. Ha megvan a logika, sokkal egyszerűbb, de egyébként ez a lényeg, hogyha múlttal vezetjük be, tehát a fő mondatrész múltban van, akkor a mellék mondatrésznek az ige ideje változik, és visszalép egy ige időt, nevezzük akkor így, hogyha van mindenki így használja. Tehát meg lesz, hogy miből mi lesz, egyszerű jelenből egyszerű múlt lesz. Tehát ugyanez a mondat már így fog nekünk kinézni, hogy English was good. Bocsánat, hogy a veszőt elfelejtettem tenni. Tehát a főmondat rész egyébként nem csak veszővel lehet elválasztani, hanem mondjuk, hogyha nem veszőt használok, hanem azt mondom, hogy de akkor nem kell a vesző, tehát vagy a vesző, vagy az etes verzió, vagy az egyik, vagy a másik, így lehet elválasztani egymástól a bevezető mondat részt és a mellék mondat részt. Tehát, hogyha múltra veszünk be, változik az igeidő. Na de hogyan változik az igeidő? Tehát mutathatok akkor egy ilyen idősíkot is lényegében erre, tehát azt mondom, hogy ez itt a jelen, ez itt a múltam, és akkor mondjuk legyen itt a jövő. És akkor azt mondjuk, hogy visszafele kell léptetni az ige időket. De mit jelent ez? Van nekem ilyen, hogy egyszerű. Jelen, folyamatos. Jelen, befejezett. Jelen, és befejezett, folyamatos. Jelen, rövidítve írom, de mondom. És de azt mondjuk, hogy visszafele léptetjük az ige időt. Tehát jelenből akkor nekünk, ha a függő beszédet múlttal vezetjük be, lesz nekünk egyszerű múlt, folyamatos múlt, befejezett múlt és befejezett folyamatos múlt változásunk. Eddig stimmel. Mi van akkor, hogy az alapmondatunk múlt időben van nekünk, tehát ugye ebben, és múlttal vezetjük be, akkor is még él ugye a visszaléptetés szabálya. Mert hogy van nekünk egy olyan időnk, ami múlt előtti múlt, tehát egyszerű múltból lesz befejezett múlt. Folyamatos múltból lesz befejezett folyamatos múlt. Igen, viszont mi van befejezett múlt és befejezett folyamatos múlt esetében? Ugye tovább, hogy ezek itt lennének a befejezett igeidő, tovább már nem tudjuk őket léptetni, tehát ezek maradnak függőbeszédben, ugyanebben az igeidőben, akkor is, hogyha múlt idővel vezettük be. Tehát a befejezett múlt az marad befejezett múlt, a befejezett folyamatos múlt pedig marad befejezett folyamatos múlt. Van egy kivétel.
Ugye van nekünk egy olyan szerkezetünk is, amikor folyamatos múlt és egyszerű múlt van egy mondaton belül, ugye akkor történt folyamatosan a cselekvés, akkor az egy bizonyos időpontban, amikor egy másik cselekvés történt. Ugye folyamatos múlt és egyszerű múlt, tehát létezik nekünk ugye ez. Folyamatos múlt, egyszerű múlt. És ugye ezt szeretnénk ugye múltat bevezetni, hogy ő azt mondta, hogy ő fürdött, amikor kopogtak az ajtón, ugye folyamatos múlt, egyszerű múlt, akkor ugye a logika szerint nekünk vissza kell jutni befejezett folyamatos múltá és befejezett múltá. Igen, Anders azért mondtam, hogy ez egy kivétel. Igen, és itt meghagyjuk a folyamatos múlt és az egyszerű múltat. Csak azért, mert ha mind a kettőt visszaváltjuk ugye befejezett ige időbé, akkor ugye melyik volt hamarabb? Tehát nem állhat két befejezett mondatrész a mondatban nekünk, tehát a folyamatos múlt, egyszerű múlt, az marad folyamatos múlt, egyszerű múlt, akkor is, hogyha múltatjuk be függő beszédben. És akkor itt van nekünk a jövőnk. Ugye, hogyha ezt a logikát követjük, akkor jövőből, ha visszafele léptetjük, akkor nekünk jelen kellene, hogy legyen. Ám de nem jelen lesz, hanem azt csináljuk, hogy jövő esetében a will segédigét kicseréljük would-ra. Na most ez nem azt jelenti, hogy a will-nek a would a múlt ideje. Jó? Tehát ez egy nagyon fontos dolog. Ez a változás történik meg csak a függőbeszéd esetében. Tehát egyszerű jövőnek ugye will és az ige első alakja, abból lesz would és az ige első alakja. Will be igeinges alak a folyamatos jövő, would be igeinges alak. Will have ige 3, ez a befejezett jövő, would have ige 3, ez lesz a befejezett jövő már függőben. És will have been ige inges alakja, ez ugye ez a befejezett folyamatos jövő, ebből lesz would have been és az ige inges alakja. Tehát a will-t kicserélem would-ra, a képzést pedig úgy hagyom. Ez az igeidők változása. Ez az igeidők változása, hogyha múlttal vezetjük be a függő beszédet. Na de, nem csak ugye igeidők lehetnek, hanem ugye a módbeli segédék is. Jó hír, nem sok módbeli segédéke változik, ezeket fel is írom. Ugye azt mondom, hogy a can-ből lesz could. Ugye itt még ilyen ez a múlt időbe velő vagyok, vagy múlt időbe megyek át, itt még talán ezt tudom is értem, ez a can-nek could a múlt ideje. Többinél már annyira ez nem fog működni. Hogyha valahol látunk egy ilyet, hogy shall, abból lesz should. Nincs nagyon közel a kettőnek egymáshoz. Aztán, will-ből would, ugye ezt már az előbb írtam fel, a must-ból, had to. És lényegében a többi marad. Should az marad, should. Ja, még van egy, bocsánat, igen, volt is egy hiányérzetem, a may-ből lesz might. De hogyha alapból nekünk should van, az marad should. Ha could van, akkor az marad could, ha might van, az marad might. Ha had to van, akkor az marad had to, és így tovább. Tehát igazából segédigék csak ezek fognak változni, módbeli segédigék, ugye can-ből could, shall-ből should, must-ból had to, és may-ből might lesz, minden más marad. Továbbra is, hogyha múltat vezetjük be. És ugye van még egy szerkezet nekünk, ez pedig a going to szerkezet, ugye ami még a jövő igeidőhöz kellett volna nézzük, de megnézzük most direkt szándékosan, mert ezt így külön, ugye nincs más, ami nekünk így változna függő beszédbe, méghozzá ugye a going to, ugye a going to-nak az a képzése, hogy am, is, are, going to, és az ige első alakja, ugye jó hosszan, és ezt kell nekünk ugye visszaléptetni, vagy hogy ebből mi lesz, ebből lesz a was, were. Going to és az ige első alakja. Tehát az emizát tesszük át was, were, így fog ez nekünk változni. Fontos, ugye itt most kijelentmondatot nézünk, de mint mondtam, tagadó vonatra is meg fogjuk ezt nézni. Teljesen ugyanez, tehát itt, hogyha isn't, akkor ez a wasn't lesz. Hogyha itt jelenben van tagadva, itt múltba tagadjuk. Tehát lényegében az ige idő változásban, tehát az ige idő változáson kívül nem történt nagy dolog tagadó vonat esetében, csak a nátszócskát ugye betennünk a megfelelő ige idő segédigéhez. Nyilván, hogyha itt don't van, akkor az időnk lesz majd, hogyha visszaléptetjük. Úgyhogy ez az első nagykörös változás az igeidők és a nyelvtani szerkezetek változása. Második változás, amit figyelnünk kell, hogy bizony-bizony, ugyan az első alapmondatunk az English is good, hogy ott nem kellett csak az igeidőt változtatni, de nem csak az igeidőt kellene változtatnunk, hogy egy másik példamondatot használunk. Például, hogyha azt a példamondatot használom, hogy I am happy. És ezt mondjuk el a hallgató 1-nek, aki ezt mondja a hallgató 2-nek, ugye, de hogy fogja ő ezt mondani, hogyha bevezetjük ugye múlt idővel, hogy ő azt mondta, és akkor most írok egy tehát ő azt mondta, hogy ugye képzeljük el a szitút, és ez a legkönnyebb része, és ez a módod meg leginkább a függő beszélet, hogyha te magadnak is ezt magyarul hangosan kimondod, lefogtod, hogy fordítás, mindig ezt mondom, ez a lényeg. Én boldog vagyok, mondom ezt a hallgató 1-nek. Megkérdezi a hallgató 2-t, mit mondott Zoli? Ő azt mondta, hogy ő boldog. Nem azt fogja mondani, amit én mondtam szó szerint, hogy én boldog vagyok, mert akkor az rá vonatkozik. Tehát változnak a személyes névmások is ebben az esetben. Tehát ő azt mondta, hogy énből ő lesz, he egyszerű jelenből egyszerű mood, was happy.
Tehát változnak a személyes tépások. Érinti ez a birtokos és a tárgy esetet is. Erre is megvan a táblázat, ez is benne lesz a leírásban, viszont itt nagyon fontos, kérek mindenkit, fordítson. A fordítással rögtön meg lesz, hogy miből mi lesz, hiszen a magyar nyelv kiadja. Tehát a szituációt ne felejtsük el, mindig ezt egy másik embernek mondjuk, továbbítjuk ezt, amit nekünk mondtak, hogy ő azt mondta, hogy, és hogyha ki kell cserélni a személyes névmásot, tehát összeívmást. Tehát nem csak az igeidő változik, változnak a személyes névmások, érintve ez az alany, a birtokos és a tárgy eset személyes névmásai is. És akkor a harmadik változás még van, változnak a határozó szavak is függő beszédben. Na persze nem mindegyik határozó szó, erről is van egy lista, erről is lehet logikát találni, hogy mikor, melyik szinonima szavakat használunk, és azért ez, vagy ez tök ugyanezt jelenti, a szinonima szavak lényegében, és ez lesz belőle, meg kell tanulni ezeket a szavakat. Tehát itt nem kell nagyon gondolkodni rajta, ebből ez lesz függő beszédben a múlt évben. Na nézzük egy mondatot, amiben már szinte minden meg fog változni. Figyeljetek! I am learning English now. Én most angolul tanulok. Ugye ezt mondom a hallgató egynek, aki ezt tovább mondja a hallgató kettőnek. Mit mondtam? Ő azt mondta, hogy ő angolul tanul. Tehát bevezetem múltat, és azt mondom, hogy ő azt mondta, most legyen a vesző. Ugye ő angolul tanul. Mi változik nekünk? Biztos, hogy változik a személyes névmás. Ugye ez lesz a hír, hiszen én mondtam. Ez folyamatos jelen, az előbb néztük, így idők változnak, folyamatos jelenből, ugye visszafelé léptetünk, folyamatos múlt lesz. Tehát he was learning. English az marad English, ugye ezzel nem tudunk mit csinálni. És akkor tehát változik ez is. És van egy határozó szavunk a no, ami szintén változik, és függőbeszédben megvan, hogy mi lesz belőle. Ez lesz a de. Tehát abból a mondatból nekünk, hogy I am learning English now, függőbeszédben, hogyha valaki továbbítja egy másik embernek, hiszen he was learning English then. Ez lesz belőle. Minden változik, kivéve ugye a tárgyat jelen esetben. Személyes névmás, az igeidő és a határozó szó is. Ez ugyanez igaz nyilván tagadó mondatban is, hogy I am not learning, akkor he was not learning English then. Tehát nagyon sok minden változik, ha múlttal vezetjük be. Igeidő, személyes névmás, és a határozó szavak is változnak, mindig lesz a leírásban és végigvezethető. Ezt kell végig játszani, legelső lépésként legyen meg magyarul lefordítva, továbbítva, hogy mi is lesz az a mondat, amit én továbbítom, hogy nekem át kell írnom függő beszédbe, és onnantól fogok pedig meg kell néznem, hogy milyen igeidőváltozás és milyen határozó szóváltozás van. És nem fogom ezt igazából eldönteni, vagy elmondani. A függő beszéd egy hosszú téma kör, úgyhogy én is több részre veszem a függő kérdése, függő felszólításra és akár egyéb szerkezetekre, mint feltételes mondatnak a változása. Úgyhogy több videó lesz még így a függő beszédből. Kijelentő mondatnál és tagadó mondatnál viszont ezek a változások. Egy kis spoiler veszély, ugyanezek a változások meg lesznek függő kérdésnél is, úgyhogy ezeket mindenképpen meg kell tanulni ahhoz, hogy az szépen és folyékonyan menjen. Hol is lehet ezt használni? A függő kérdés, majd ezt elmondom, hogy elvizsgálnál és érettségénél melyik vizsgafeladatnál lehet legjobban használni. Ez leginkább így szóban, vagy pedig bármilyen iskolás feladatnál. Érettségén is persze lehet, hogy előkerülhet, hogy a nyelvtani nyelvfélesség részben egy olyan feladat, ahol fel kell ismernünk a függő beszédet, úgyhogy mindenképpen egy hasznos dolog. Remélem hasznosnak találtad a mai videót, ha igen, akkor maradj velem a függő kérdésre is, addig is iratkozz fel, nézd meg a többi videómat, lájkolj, hagyj kommentet, üzenetet, milyen videót szeretnétek látni a jövőben is, és vigyázzatok magatokra, sziasztok!